Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Először következzenek kiemelt híreink röviden. Adományt kapott a gondozási központ, a török nagykövetségtől jött a felajánlás. Csőtörés. Vízoszlopként tört fel a víz tegnap a Bérc utcában. Életmentés. Egyre több feladat hárul a Pest megyei kutatómentőkre. Megérkezett pénteken az a nagyértékű adomány a Szentendrei Gondozási Központba, amit Törökország magyarországi nagykövetsége ajánlott fel az intézménynek. A felajánlás egy része már eljutott az idősekhez, a hajléktalan szállóra. Maszkok, tisztítószerek, tartós élelmiszer. Csak néhány tétel abból az adományból, amit Törökország magyarországi nagykövetsége ajánlott fel a Szentendrei Szociális Intézménynek. A támogatást a gondozási központon belül működő tagszervezetek között osztják szét. A török nagykövetség néhány héttel ezelőtt felhívott telefonon, hogy adományozna az intézményünknek mindenféle tisztítószert és tartós élelmiszereket. Ez a múlt héten pénteken racionalizálódott, úgyhogy akkor volt az átadó ünnepségen, melyen az alpolgármester úr is jelen volt, hogy mi minden van a csomagokban, tisztítószerek, fertőtlenítők, szájmaszkok, törlőkendők, WC-papírtól kezdve mindenféle olyan, amit a hétköznapokban használunk. Ennek egy nagy része a hajléktalan szállóra fog lekerülni, a többi részét pedig itt fogjuk az intézményen belül használni, hiszen működik továbbra is az étkeztetésünk, házi gondozásunk, illetve távmunkában az idősek klubját működtetjük. Egyébként volt-e már korábbi kapcsolat a török nagykövetséggel, vagy honnan jött most ez a lehetőség? Engem is meglepett a dolog, mint kiderült itt azért, megkérdeztük a koordinátort, és korábban a korábbi városvezetéssel volt kapcsolatuk, illetve olyan intézményt kerestek, ami fővárosi, illetve Pest megyei intézményt, amely többféle feladatot lát el. Hát a mi intézményünk elég összetett, mert ugye szociális, egészségügyi feladatokat látunk el, úgyhogy valószínűleg ezért esett ránk a választás. Nagy segítség az intézmény működéséhez a felajánlás, amiből előre gondolva a járvány esetleges visszatérésére tartalékokat is kialakítottak a központ munkatársai. Az ebédeket továbbra is minden idősünknek házhoz szállítjuk, akikkel megállapodásunk van. A házi segítségnyújtásunk működik, az most már mondható, hogy zöggenőmentesen is el tudjuk látni az igényeket, az igénylőket, meg az ellátási igényeket. Az idősek klubja az továbbra is sajnos zárva tart, és nekünk az agyanunk, hogy ez lesz a legkésőbbi, amire ugye feloldják ennek a működését, tehát újból beindulhatunk, mert hogy időseket látunk el, és azért ez egy közösségi helyszín. Bocsánat, hogy bírják az idősek? Nagyon nehezen. Mi is, megmondom őszintén, hogy mi is. Hogy 3-4 nap voltam, miután már nagyon éreztük az idősek hiányát, hogy nagyon nagy csend van itt az épületben, bár akkor vitt minket a munkahevülete, meg az azonnali feladatmegoldások, problémák, viszont nagyon csendes az épület. Úgyhogy most az időseknek ugye kiszállítjuk az ebédjüket, aki kéri, bevásárolunk, gyógyszereit elintézzük, és telefonon tartjuk a kapcsolatot. Nagyon-nagyon hiányoznak, és szerintem mi is nekik. Egy héti folyamatosan a kormány a koronavírus járvány miatt bevezetett szigorításokat, amik a gondozási központ egyes intézményeinél is érezhetők már. A területi védőnöknél, ugye, mert hogy van egészségügyi területünk is, a területi védőnöknél továbbra is home office-ban dolgoznak a védőnök. Itt telefonon mindenféle technika adta lehetőség útján tanácsokat adnak az anyukáknak, és beindult a tanácsadási rend, amiben ugye a szűrővizsgálatokat bonyolítják le a védőnök. Itt meg határozott protokoll, illetve minisztérium utasítás alapján, hogy mennyit anyukát hívhatnak be, ne találkozzanak egymással, utána lefertőtlenítenek mindent, tehát a szűrővizsgálatokat megkezdték a tanácsadóban. Az iskola védőnök, ugye most a híradásban azért lehetett hallani, beindult, és a hetük aval telik az iskola védőnöknek, iskolaorvosnak, hogy szervezik az elmaradt kötelező kampányoltásokat, ezek ugye az iskolai kötelező védőoltások, hát itt is ügyesnek kell lenni, hogy ezt mind össze hangolják. A hajléktalan szállónk életében ugye az, ami tulajdonképpen átmeneti intézményként és szociális és hajléktalanként a vészhelyzet közepénnek mondható, továbbra is működött ugye a kezdetektől fogva, egyre szigorúbb protokollal és az utasításoknak megfelelően ezeket be is tartottuk, elég szigorú protokollal. Gyakorlatilag minden szigorításunk fent maradt,
egyet kivéve a kijárási korlátozást, ezt megszüntettük. Ez E7 hétfőtől, tehát 25-től, mert én azt gondolom, hogy már hetek óta nagyon fegyelmezetten azért a lehetőségekhez képest betartották az ellátottak a szabályokat. Most hagytunk egy kis, mert hogy a jogszabály is lehetővé tette, hagytunk egy kis luftot, mert hogyha esetleg tényleg össze beköszönt ismét a kijárási korlátozásunk és a nagy szigor, akkor megvezetődik megint ott, tehát most legyen egy kis légvételnyi idő. Most éppen mosógépet keresünk a hajléktalan szállónkra, mert hogy ez teljesen elromlott, akár használt, akár egy új mosógépet, ha valaki fel tudna ajánlani, mert jelen pillanatban nulla mosógépünk van, tehát nincs mosás a szállón, úgyhogy itt napokon belül kellene valaminek történnie, hogy azok, akik ugye beindult a mosatási rend is, tehát aki nem a szállónak a lakója, hanem a nappali melegedőt felkeresi, hogy szeretné a ruháit kimosatni, és ezt szárazan tisztán visszakapni, ugye mosás után, most akkor itt fennakadt az életünk, úgyhogy nagyon örülnénk egy mosógépnek, hogyha valakitől kapnánk. Fontos a segítség az intézményeknél, ahová járványidőszak alatt is számos felajánlás érkezett a gördülékeny működés érdekében. Feltört a víz tegnap délután a Bérc utcában. A csőtörésről, a hatalmas vízoszlopról kérdeztük a DMRV ZRT vezetőjét, de írásbeli válaszuk adásunkig nem érkezett meg. Nem hivatalos információk szerint a vizet tegnap elzárták az érintett szakaszon, a munkálatokat szerda reggel kezdték meg a DMRV ZRT munkatársai. A további részletekről holnapi híradónkban számolunk be. Öngyilkossági szándékkal eltűnt személyek felkutatásában is segítséget nyújtott a Szentendrei Bázisú Pest megyei kutatómentő szolgálat az elmúlt időszakban. Emellett végtagsérült turista mentésében és elszökött állatok keresésében is közreműködtek. Ezzel a csőkamerával indult útnak a Pest megyei kutatómentőszolgálat csapata, amikor egy elszökött foxi keresésében vettek részt. Végül kiderült, hogy a járat végén egy borz lakik, de ezt mindaddig nem tudhatták biztosra, amíg a szolgálat önkéntesei eszközüket bevetve nem mérték fel a terepet. A speciális kamera LED lámpái felmondták a szolgálatot, ezért kreatív megoldással egészítették ki az eszközt, így kezdték meg a munkát. A kamera értéke közelítőleg 3 millió forint, amivel a hivatásos szervek munkáját segítik az önkéntesek a bajba jutott állatok mentésénél. Értelemszerűen ilyenkor az ember úgy gondolkodik, hogyha amúgy a működési problémákkal is gond van, akkor nem próbálunk sokat fejleszteni, viszont van olyan eszközünk, ami egyébként most ment pont tönkre, és indítottunk gyűjtést is, és eddig közel a fele összegyűlt, ez egy olyan csőkamera, amivel egyébként a különböző ilyen lefolyó hálózatokban, vízelvezető rendszerekben ragadt vagy oda bemenekült állatokat szoktuk megkeresni. Az egyik ilyen kameránk az most felmondta a szolgálatot, aminek a sorsfintora, hogy pont hétvégén egy ilyen segítségkérés érkezett hozzánk, úgyhogy ilyen igazi jó magyar szokás szerint meghekkeltük a régi kamerát, és mindenféle dolgokat rákötöztünk. Nem nézett ki jól, de a feladatot megoldottuk, úgyhogy most egy ilyen kamerát gyűjtünk, csak ilyenkor azért nagyon nagy probléma, hogy egy-egy ilyen eszköz 2-3 millió forintba került, tehát az a gyűjtünk dolog az egy viszonylag hosszú időre fog még elnyúlni. Jelen pillanatban 1 millió forint jött össze, és nagyon-nagyon bízunk benne, hogy találunk még 1000 embert, aki azt gondolja, hogy próbál nekünk segíteni 1-2000 forinttal. Adományokkal is segíthetik a 14 éve megalakult közhasznú szervezet munkáját. Az a követő tábor, hogy ilyen furán fogalmazzam, aki hétköznapi szinten is figyeli a munkásságunkat, ők azért igyekeznek segíteni nekünk. Ugye mi nem nagy dolgokat kérünk, hanem azt, hogyha valakinek tetszik az, amit csinálunk, és valaki elismeri a munkánkat, akkor havi 1-2000 forinttal segítsen. Mi azt gondoljuk, vagy azt gondolom, hogy ez nagyon sok embernek belefér, és leginkább aki nem segít nekünk, az lehet, hogy nem is tud róla, hogy ennyire egyszerűen, ennyire pici összeggel, ennyire kis dologgal nagyon nagyot tud tolni a mi szekerünkön. Jelen pillanatban nem vagyunk veszélyben, azt tudom mondani, hogy mi túléltük ezt az időszakot, értelemszerűen küzdünk problémákkal, működési problémákkal, de szerencsére sok olyan segítőnk van, aki ilyenkor rohan és próbál segíteni. Itt megjegyezném, hogy pont Szentendre város önkormányzata támogatott most minket azzal, hogy a működési költségeinket segítse. Értelemszerűen mi is próbálunk visszaadni ebből sok mindent, és a területen belül, akár itt a fertőtlenítésekre gondolok, akár pedig az általános működésünk folyamatosan
folyamatos biztosításával próbáljuk meghálálni ezt a sok-sok segítséget. Ezzel a hőkamerás drónnal segítette a katasztrófa védelem, valamint a rendőrség munkáját az elmúlt időszakban a szolgálat. A levegőből sugárzott élőképpel a tüzek oltását segítették, és az öngyilkossági szándékkal eltűnt személyek honlétét derítették fel. Erről viszonylag keveset szoktunk beszélni, mert nem szeretnénk reklámozni, hogy ilyenek történnek, és nem akarunk kedvet csinálni senkinek, aki ezen gondolkodik. Ugye azt tudni kell, hogyha eltűnik valaki, és ilyen szándékkal van, akkor viszonylag nagy erők bevonásával a rendőrség megkezdi a keresést, és ilyenkor szoktak minket segítségül hívni. Legutóbb például egy olyan helyszínen voltunk, ahol az ember azt mondta, hogy ő ilyen szándékkal megy el otthonról, órákon keresztül kerestük az erdőben nagyon sokan, és közben ő egy másik úton elindult hazafelé, tehát gyakorlatilag fölöslegesen voltak mozgatva az egységek, és fölöslegesen töltöttünk ott időt, adott esetben elvéve a lehetőséget attól, hogyha mondjuk életet kellene mentenünk máshol, akkor épp egy teljesen értelmetlen bevetésen vagyunk. Úgyhogy sajnos ilyennel mindig találkozunk, és azt tudom mondani, hogy egyelőre azért még úgy néz ki, hogy több esetben vaklárma, ahova megyünk, és szerencsére kevés esetben történik meg az igazi baj. Ami nagyon érdekes volt az elmúlt időszakban, hogy sajnos nagyon sok öngyilkos jelöltet kerestünk, ez vélhetőleg a kialakult események kapcsán is azért egy ilyen hajlamosító tényező volt, illetve azt mondom, hogy az elmúlt héten nagyon sok minden történt, nagyon sok olyan riasztáson vettünk részt, ahol valójában be is kellett avatkoznunk. Ugye itt a viszonylag száraz idők kapcsán nagyon sok olyan szabadtéri tűzeset volt a Pest megyei területen belül, ahol a katasztrófavédelem tűzoltásának a munkáját kellett segítenünk különböző drónos felvételekkel, ugye ilyenkor a levegőből segítjük a tűzoltás vezetést, az irányítást, illetve elindult a túrázó szezon is, ugye ez nekünk mindig ilyenkor izgalmas pillanatokat okoz, úgyhogy elkezdődtek azok a mentések, ahol valamilyen bajba jutott túrázó, általában végtagsérő túrázóknak a lementésében segítjük a hivatásosokat. A hétvégén Dunakeszinél egy vízbe sodródott személy mentésére siettek az önkéntesek az új mentőhajóval. Félúton érkezett a jó hír, hogy a bajba jutott férfi épségben partot ért, de a jövőben hasonló esetekhez is perceken belül el tudnak indulni a szolgálat önkéntesei, innen a Szentendrei Dunaágból, ahol a mentőhajó jelenleg állomásozik. Sok kedves ember segítségével létrejött itt, gondolok arra, hogy a pásztor úr, aki Szentendrén a Révet üzemelteti, illetve a Görög Kancsó étterem tulajdonosának közreműködésével, polgármester úr áldásával egy mentőhajót helyeztünk le a Duna vizére, amit állomásozik a Dunakorzónál. Ugye ez nem egy állandó jellegű szolgálatot jelent, hanem hogyha bármilyen olyan esemény történik a Dunán, amiben tudunk segíteni, akkor innen a bázisról 2-3 perc alatt elérjük a hajót, és így tudunk kivonulni. Egyre több mentésben vesz részt a szolgálat, a speciális eszközöknek, a mentőkutyáknak és az önkéntesek szaktudásának és tapasztalatainak köszönhetően. Zenei meghallgatásokat szervez a Vujicsics Tihamér Zeneiskola a 2020-2021-es tanévre. Időpontok augusztus 25-e, augusztus 27-e, augusztus 31-e, valamint szeptember 1-e. Az említett napokon 14 és 18 óra között várják a 6. életévüket betöltött iskolás gyermekeket. Idén kizárólag előzetes egyeztetés után fogadják a gyermekeket az online elérhető jelentkezési lap kitöltését követően. Festészeti, grafikai szak is indul idén az intézményben. Ebben az esetben a jelentkezéshez két pályaművet is be kell küldeni a leendő tanulóknak. A választható szakokról, hangszerekről az intézmény weboldalán található részletes információ. Tanévzáró táncfesztivált hirdet a Veldance Sporttánc Egyesület. Több kategóriában és tudásszinten is nevezhetnek a táncosok. Fashion street dance, hip-hop kezdő, középhaladó és haladó, mazsoret kezdő, haladó, roki középhaladó és haladó kategóriában, valamint saját készítési koreográfiákat is küldhetnek a nevezők. Újdonság, hogy idén a szülők jelentkezését is várják a senior szülői csoportban. A Sporttánc Egyesület 10 táncoktatója zsűrizi majd a videókat, és pár nap után ünnepélyes keretek között hirdetnek eredményt. Minden kategóriában jutalmazzák az első, második és harmadik helyezettet. A 10 kategóriában összesen 30 táncos díjaznak. Nevezni minden táncos egyénileg saját videófelvétellel tud, melyet a Veldance Sporttánc Egyesület e-mail címére küldhet el június 5-éig.
Végül a várható időjárásról. Elszórtan még kialakulhat egy-egy zápor csütörtökön is. Sok lesz még a felhő, és a szél is több felé élénk lesz. Hajnalban 6-12, napközben 18-24 fokig melegszik majd a levegő. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Maszkok, tisztítószerek, tartós élelmiszer, csak néhány tétel abból az adományból, amit Törökország magyarországi nagykövetsége ajánlott fel a Szentendrei Szociális Intézménynek, a gondozási központnak. Feltört a víz tegnap délután a Bérc utcában. A csőtörésről, a hatalmas vízoszlopról kérdeztük a DMRV ZRT vezetőjét, de írásbeli válaszuk adásunkig nem érkezett meg. Nem hivatalos információk szerint a vizet tegnap elzárták az érintett szakaszon, a munkálatokat szerda reggel kezdték meg a DMRV ZRT munkatársai. Egyre több mentésben vesz részt a Pest megyei kutatómentőszolgálat a speciális eszközöknek, a mentőkutyáknak és az önkéntesek szaktudásának és tapasztalatainak köszönhetően. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb csütörtök este 7 órakor jelentkezünk. Híreinket követhetik weboldalunkon is a szentendre.media.hu per TV Szentendrén, ahol egy kattintás után élőben is nézhetik adásunkat. Ne menjenek messzire, mert hamarosan kezdődik Testőr című magazin műsorunk. Megtalálnak bennünket a közösségi platformokon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Én munkatársaim nevében köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!